Történelmi apróságok. Francia királyok szeretői. A francia királyok általában számos szeretőt és kurtizánt tartottak maguk mellett, akik sok esetben komoly hatalommal és befolyással rendelkeztek. Nézzünk erre néhány példát. Odette de Champfleury. Odette 17 évesen lett az őrült francia király, 6. Károly szeretője. A francia uralkodó paranoiás volt, és azt hitte, hogy üvegből van, és a skizofrén vagy bipoláris zavarok között erőszakos volt a feleségével, Bajor Izabellával szemben. Így Odette tulajdonképpen a királyné védelmében került a képbe, mert az orvosok szerint olykor szükséges volt a mag kiengedése, és ez Izabella engedélyével történt. Odette azonban közel került a királyhoz, és hamarosan kiskirálynéként emlegették. A kapcsolatból aztán született egy kislány, és 6. Károly a végrendeletében gondoskodott Odettről és a kislányáról is. Ekkor tájt azonban polgárháború dúlt a Franciaországot, így Odett kényszerűségből 6. Károly fiának, a későbbi 7. Károlynak a kémje lett. További életéről nem sokat tudni, de számos festmény és egy bázátmű témája is a története. Agnès Sorel. Az egyik leghíresebb francia királyi szerető 7. Károly életének a része lett. A 40 év körüli királyt hamar behálózta a botrányos öltözetű lány, akinek a ruhájából kikandikált, a bal mellbimója is. A francia nemesség nem tudott mit kezdeni vele, és azt állították, hogy a politikai ügyekbe is beleszól. Annyi ellensége volt, hogy mikor a 4. gyermeke születése után hirtelen megbetegedett, azonnal mérgezésre gyanakodott mindenki. Az elsődleges gyanúsított a király törvényes fia, a későbbi, 11. Lajos volt, aki szinte gyűlölte Agnès. Persze, lehetséges, hogy volt alapja a feltételezésnek, mert a későbbi vizsgálatok alapján a nő csontvázában magas volt a higanytartalom. Persze akkor tájt a higanyt gyógyszerként is használták. Amikor aztán meghalt, a király meggyászolta, de ez persze nem akadályozta meg abban, hogy a lányt a 14 éves unokatestvérével pótolja. Gabrielle d'Estrées. 4. Henrik francia király összesen 56 dokumentált szeretője közül az egyetlen, akihez valóban hű maradt, Gabrielle volt. A róla készült festmény jelenleg a Louvre-ban lóg, és mezítlenül ábrázolja a fürdőben a nővérével. A történetírók szerint pozitív hatással volt a királyra, és gyakran őt látják a Nanti Ediktum hátterében. Ő beszélte volna rá a királyt, hogy térjen vissza a katolikus egyházhoz, de arra is, hogy biztosítson vallásszabadságot a francia protestánsoknak. A király azt kérte a pápától, hogy semmisítse meg a házasságát Valál Margittal, hogy feleségül vehesse Gabrielt. Henrik azonban hiába imádta a szeretőjét, a francia nemesség nem osztozott a gondolataiban. Amikor Gabrielle fia halva született, a szerető gyötrelmes halált halt, és úgy tűnt, megmérgezték. Nem lett ugyan királyné, de Henrik úgy temette el, mintha az lett volna. Diana Poitier. Diana már 32 éves volt, amikor a francia király felvette a 12 éves fiához, hitoktatónak. 6 évnyi ismerettség után a párkapcsolata intimé vált, de közben a királlyá vált fiú feleségül vette a nem túl vonzó Medici Katalint. A király tulajdonképpen csak Diana unszolására tette meg a házastársi kötelességét, hogy királyi gyermekei születhessenek. Persze, a valódi uralkodó ekkortár Diana volt, aki még hivatalos leveleket is írt a király helyett úgy aláírva, hogy Henri Diana. A királyné azonban a féltékenységen kívül sok minden nem tehetett, azonban a király 1559-ben egy lovagi tornán megsebesült, majd meghalt. Dianát ekkor száműzték az udvarból, és elvették tőle a csodálatos Chenonceau kastélyt is. A francia forradalomban az ő sírját is kifosztották, és maradványait tömegsírba temették. A halála után bő 400 évvel később kiderült, hogy ritkuló haja és törékeny csontjai a krónikus aranymérgezés tünetei voltak. A reneszánsz idején az aranyat higannyal keverték és megitták,
amely azonban a hibátlan hófehérbőr mellett vérszegénységet is okozott. Diana tulajdonképpen saját magát mérgezte halálra a király kegyeiért. Ha újabb videókat szeretnél, kérem iratkozz fel!